Üdvözöllek benneteket a második SBS ponty és ambufogó versenyen, itt a Vadkantavon. Az idei évben 19 csapat teszi próbára tudását, méri össze erejét ebben a gyönyörű környezetben. Mint láthatjátok, a csapatok már elfoglalták helyeiket, elkezdődött a verseny. A reggeli gyülekezőt követően a sorsolás két körben dőlt el, szokás szerint. Első körben azt húzták ki a csapatok, hogy ki hanyadiknak fogja a horgászállását kisorsolni, következő körben pedig a konkrét horgászállást húzták ki a csapatok. A reálisabb értékelhetőség érdekében a tavat szektorokra osztottuk, három szektorra. Itt a gát mellett található a mélyvízi pálya, a tó középső része egy szektor, illetve a tó túlsó vége a sekélyvízi pálya. Szokás szerint bójákkal jelöltük ki a csapatok horgász állásait, így mindenkinek egyértelmű, hogy mely területen horgászhat, hol etethet. A szektoron belül engedélyezett az etetés, szektoron kívül nem szabad etetni, de azt nem tiltottuk meg, hogy a szektoron kívül dobjanak a csapatok, tehát hogy túl dobjanak a szektor bójáikon. Ezzel is igyekeztünk azt szolgálni, hogy a óvatosabb, nagyobb testű halakat is meg lehessen fogni, akik az etetésen túl tartózkodnak. A 72 órás verseny 11 órakor vette kezdetét, kitűnő időjárásban, úgyhogy bízunk benne, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy kimagasló fogási eredmények szülessenek. Üdvözöllek benneteket! Szeretném megkérdezni tőletek, hogy voltatok-e már a tavon, mi a véleményetek a tóról, illetve magáról a versenyről, hogy érzitek magatok a versenyen? Igen, a tavon már jártunk korábban is. Két hete voltunk itt horgászni, egy 24 órás horgászat alkalmával. Maga a tó gyönyörű, tehát a környezet nem lehet összehasonlítani egy tóval sem itt a környéken. Akkor leginkább a fűszeres jellegű csalikkal fogtunk. Gyönyörű szép a halállomány, tehát pontyokat, amúrokat egyaránt fogtunk, és lényegében csak a fűszeres csalik, amik bejöttek. Maga a versenyszervezése nagyon jó, az előzetes információk is, amiket kaptunk, nagyon jók, baráti a hangulat, itt a szomszédokkal is már megismerkedtünk, nagyon jó a verseny, ennyit tudok róla mondani. Köszönjük a dicsérő szavakat. Igen, gyakran egymásnak a két csapat, egymásnak, vagy egymás mellett lévő csapatok egymásnak szákolnak, ezt mi is látjuk. Csaba, téged kérdezlek, hogyan készültetek erre a versenyre?
Ahogy a kollégám az előzőben elmondta, ugye két héttel ezelőtt ugye történt egy ilyen teszthorgászat, igaz, egy 24 órás teszthorgászatról volt szó, akkor a fűszeres bojlik voltak, amik ugye bejöttek, ezáltal a szép halakat is ugye tudtunk ugye fogni, ezért pont ugye szintén most is ilyen fűszeres bojlikkal érkeztünk, illetve ugye nagy melegre készültünk vele, biztos, hogy meleg lesz, hoztunk ugye büdös bojlikat is, illetve ugye többféle mag keverékekkel, magmixekkel készültünk, viszont nagy mennyiségben, most a kilókat, hogyha azt tudom mondani, olyan 30 kiló maggal készültünk, olyan 20-30 kiló bojlival készültünk, de sajnos hát egy kicsikét az időjárás most megtréfált minket. Próbálkozunk mindennel, hát kisebb-nagyobb sikerekkel, előzőekben tapasztalt más horgászatok folyamán, szedett tapasztalatok alapján készültünk erre a versenyre. Ha a horgászversenyek egyik, ha nem legizgalmasabb pillanata a sorsolás, ugye, ezzel kezdődik a verseny, hogyan értékelitek a sorsát? Na most ez egy igen vizes történet volt már az elején a sorsoláskor is, mivel hogy elsőként húztuk azt a sorszámot, ahanyadikként fogunk helyet választani, illetve húzni. Hát személyemben sikerült kihozni elsőként a 19-es sorszámot, tehát ami a legutolsó a csapatok nevezési sorrendje alapján. Úgyhogy 19-ét húztuk, próbáltunk, hát nyilván figyeltük a másikat, hogy milyen sorszámokat húznak második körben. Én úgy gondolom, hogy Csabot nevében is mondhatom, hogy viszonylag egy jó helyet sikerült úgymond a maradékból kiválasztani. Kicsit változtattunk a stratégián, és megpróbáltunk inkább egy sávot meghúzni, és oda vonzani a halakat, illetve ott tartani bizonyos viszonyokon belül. Láttuk, hogy inkább alaposabb részek, amik inkább hoznak halat, és a mélyebb ízek inkább gyengébben hozzák. Ez napközben így is volt. Este, amikor már szélcsend volt, akkor inkább visszahúzódtak a halak már a mélyebb vizekre, akkor sikerült már egy jó pár halat fognunk. Most úgy néz ki, hogy kicsit a fűszeresebb ízvilág, ami éjszakában is, ami inkább hozta a halat, tehát most ezt fogjuk leerőltetni a verseny hátralévő idejében. Üdvözlöm körünkben dr. Nagy Pétert, a Vadkantó tulajdonosát, akivel egy éve találkoztunk. Péter, mi történt veletek az elmúlt egy évben? Én is szeretettel köszöntelek benneteket és az SBS csapatot. Megtiszteltetés számunkra, hogy az SBS kiváló cég és csapatképviselői itt vannak nálunk ismét. Azóta egy szezonon túl vagyunk, egy sikeres szezonon, sok elégedett horgásszal, sok természetszerető, igazi horgásszal találkoztunk. Hál' Istennek azt tudom mondani, hogy a vendégeink 90%-a visszajáró lett. Tehát egy nyáron vagy egy szezonon belül is, aki volt, az újra jött, mert jól érezte magát. Sokat számít az, hogy egy vadaskert közepén van a víztározónk, és gyakorlatilag egy csendes, érintetlen természeti környezetben. A horgástégek messze vannak egymástól, és mindenki úgy érezheti egy kicsit, hogy az övé ez a víz. A halállományunk nagyon szépen gyarapodott, tudtuk szelektálni a kisebb pontyokat. Tavaly előtthöz képest az idén már sokkal kevesebb a bosszantóan kicsi pontkapás, ami azt jelenti, hogy a halállományunkat tovább tudtuk növelni.
és én azt gondolom, hogy a visszajelzések alapján, hogy tudtunk fejlődni és tudtunk újat mutatni, ami egy nagyon jó izgalmat kölcsönöz a horgászathoz. A kisebb halak állományok csökkenését alá tudom támasztani, hiszen én is jártam itt az utóbbi időben többször is horgászni, és valóban tudatos horgászattal el lehet érni azt, hogy akár 9 kg fölötti átlagsúlyjal is haza lehet menni innen. Ez tényleg nagyon nagy eredmény, de mindenképp szerintem meg kell említenünk az Amur állományát a tónak, hiszen az is fantasztikus. Nagyon szépek az Amurjaink, és nagyon harcosak, hát ugye ez mindenütt azok, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nagyon sok a 10 kg fölötti Amur, elértük a 18 kilót is, és a fogások 20%-a körülbelül Amur. Nincs szerencsére sok növényzetünk, és ezért jó etetéssel, és jó, ha valaki jól kitapasztalja és sokat etet, akkor nagyon sikeresen lehet fogni, és az állomány nagyon meghálálja ezt az etetést. Gyakorlatilag, ahogy mondtam, durván 20% az éves átlagnak a 20%-a a fogásoknak az Amur. És nagyon szeretik a horgászok, nagyon dicsérik az élményt, mert hát harcosak az Amurok. Amit még el szeretnék mondani, hogy gyakorlatilag nagyon sok halat fognak, Amurt és pontyot vegyesen a horgászaink, tehát szám szerint is sokat fognak. Sokan szeretnek ide járni azért, mert nem egy-két halra várnak egész hétvégén, hanem folyamatosan tudnak gyakorlatilag horgászni. Így van, nagyon nagy a tóban a halsűrűség, és ha már így taglaljuk a pontyot, Amurt, én úgy gondolom mindenképp meg kell említenünk itt a verseny és a csapatok elhüledezve, jó magam is elhüledezve láttuk azt a kapitális méretű csokát, ami véletlenül akadt horogra, egy 10 kg fölötti, 1 métert jóval meghaladó csukafogásáról beszélünk. Tehát ez azt jelenti, hogy gondolom nem egyedi eset, ilyen kapitális méretű csukák is találhatók a vízben. Igen. Legnagyobb csukánk 17 kilót nyom most már. Hosszú évek tenyésztési eredménye ez, és kímélete. Ezek a halak nagyon, most már nehezen megfoghatóak, azt tudom mondani. Tehát villantóval nagyon nehezen, pergetéssel nagyon nehezen lehet őket megfogni, de azért nyilván nem lehetetlen. Egy nagyon érdekes dolog történt a nyáron, csak a csukák méretéről. Ugye ez mindent elmond. Egy jetskiző barátunknak a lábfejét, egy 43-as lábát bekapta a csuka, és gyakorlatilag ugye a fognyomok végig felkarcolták a lábát. Tehát a jetskizés közben ugye húzatta magát, és akkor ahogy a lába mozgott, arra rávágott egy hatalmas csuka. Hát gondolhatjátok, hogy mekkorának kellett lennie, hogy ez a 43-as láb ez eltűnjön benne. A jetskizés természetesen csak a tó vizének a felfrissítése és forgatás, oxigéndúsítás céljából történt, tehát nálunk ezek a vízisportok nincsenek. A legnagyobb kánikulában néha ezt baráti társaságok megcsinálják nekünk, és nem arról van szó, hogy nem oxigéndús a víz, mert hiszen folyamatos dúsvízű patak táplálja, de azért a nagy kánikulában nem árt egy kicsit megfogadni, és ekkor történt ez a dolog, ami szerintem országos szinten is hallatlan. Tehát nyilván nem azért, hogy ember, tehát nem tudta, hogy ember, csak mégis ilyen nyilván bobó, zsákmánynak nagy állat, kis halak. Nagy halak van. Adott ez a gyönyörű tó. Taglaltuk a halállományát, ami tényleg párját ritkíti, a kapitális halakkal van tele ez a tó. Ez azt jelenti, hogy hátra lehet dőlni a karosszékben és gyönyörködni az eredményben, vagy pedig vannak még terveitek, szeretnétek tovább lépni valamilyen területén a tónak? Szó sincs hátradőlésről. Tovább szeretnénk fejleszteni a nagytestű halak létszámát, és szelektálni a kisebbeket, hogy még maradandóbb élménnyel távozzanak a vendégeink. Az infrastruktúrát illetően pedig tovább szeretnénk a horgászhelyeket fejleszteni, ami azt jelenti, hogy fix tűzrakóhelyeket tervezünk, sátorhelyeket javítjuk, hogyha ugye a tavalyi időjárási viszontagságok miatt némelyik ugye rászorul erre, és szeretnénk megtartani ezt a fajta
privát jellegét a tónak, hogy mindenki úgy érezze magát, ahogy az előbb mondtam, hogy a természet, természetnek a lágya lényt tud horgászni, és nem zavarják a külső hatások. Kicsivel több mint 24 óra van hátra a versenyből. A reggeli mérlegelőket meglátogatjuk, egész éjjel a fejlámpák fénye cikázott, a merítők csobogásától volt hangos a vízpart. Nézzük, mit sikerült fogni a csapatoknak az éjszaka folyamán. A tavalyi versenyszabályzaton nagy módosítás nem történt. A legjelentősebb változtatás, hogy a 48 órás versenyidőt 72 órásra módosítottuk. Ez az indokolta, hogy a tavalyi évben a 24 óra után kezdődött el a nagy halak fogása, és szerettük volna, hogy minél nagyobb fogási eredmények szülessenek, ezért 72 órára módosítottuk a versenyidőt. A csapatok két főből állnak, azonban minden csapat kiegészülhet egy fő segítővel, aki a horgászatban nem vehet részt, ő a parton segítheti a csapat munkáját. Csalizni bármivel lehet, az élő csali kivételével, ez azt jelenti, hogy használhatnak a csapatok magvakat, pelleteket, bojlit a halak megfogására. Kapitális Club Team csapatnál vagyunk vendégségben, akik már tavaly is részt vettek a versenyünkön. Gondolom, az akkor megszerzett tapasztalatokat felhasználtátok az idei felkészülés során. Dani, hogyan készültetek erre a versenyre? Hát előző évben ugye voltunk ezen a versenyen, és akkor elkövettük azt a, hát igazából mondhatnám, hogy nagy hibát, hogy nem készültünk amúrra, tehát nem volt nálunk például mag, illetve olyan csalik, amiket az amúr szeret, ezért így igazából nem is tehát nem sikerült jó eredményt elérni. Igen, a tóban jelentős amúrállomány található. Zsolti, hogyan készültetek az amúrok megfogására? Az amúrokra megfelelő mag mix előkészítésével készültünk, időben történő etetésével, tehát igazából amúrra csak az éjszakai órákban számítunk, tehát ezért, mivel nehéz etetés, az csak 6 óráig lehetséges, ezért olyan 5 és 6 között végezzük el az amúrra történő etetést, és tulajdonképpen még tavaly nem hoztunk magunkkal pop-upot, igazából eddig versenyeinken sehol sem alkalmaztuk, de úgy tűnt, hogy itt kihagyhatatlan. A versenyből eltelt már több mint 48 óra, eddig az időpontig körülbelül mennyi etetőanyagot használtatok el? Etetésre esti órákban olyan 20 kilót szórunk be egy éjszakára. Reggeli órákban egy kicsit visszaveszünk, ott elsősorban pontra készülünk, és olyan hát 5-10 kilóval spombal etetünk, a többi pedig ezt még kiegészíti persze bojli, amit igazából szerintem olyan 15 kilót elhasználtunk bojliból.
Etetésre mennyiségi korlátozás továbbra sincs, minden csapat egyéni belátása szerint dönti ezt el, hogy milyen mennyiséggel kívánja maga eljállítani a halrajukat. Szintén a nagyobb fogási lehetőségek reményében ebben az évben is tilos az éjszakai nehézetetés. Ez azt jelenti, hogy este 6 és reggel 6 között csak és kizárólag dobócsővel lehet etetni. A délutáni körbejáráskor találkoztam olyan csapattal, aki több mint 150 gombócot készített az esti etetéshez, és be is juttatta ezt. Viszont láttam olyat is, aki 30 gombóccal oldotta ezt meg. Hogy melyikőjük taktikája lesz eredményes, ezt a reggeli mérlegeléskor a mérlegek skálája kíméletlenül meg fogja mutatni. Ezen a késő éjszakai órán sem pihennek a csapatok. Éppen a Jager Cup tímet látogattuk meg, akik igen aktívan horgáztak az elmúlt két napban. Figyelembe méltó volt, hogy az első nap nem nagyon voltak fogásaitok, viszont aztán, mintha történt volna valami, nagyon szép fogásokat produkáltak itt a mélyvízen, amelyik mélyvízpartján minden csapat úgy üldögélt, hogy hát nincs előttünk hal, majd ha jön, akkor fogunk. Ti ezt úgy láttam, hogy nem így gondoltátok, így van Attila? Hát nem így gondoltuk, úgy gondoltuk, hogy többet keletettünk, és akkor hát ha beáll elénk a hal. Egyenlőre ennyit tudtunk tenni az ügy érdekében, hogy minél többet edettünk, és hogy elénkbe kerül a hal, akkor itt is marad. Ennyiben bíztunk. Bizonyára ti is egy felkészült taktikával érkeztetek a versenyre. Ezt vittétek végig, vagy pedig kellett változtatni valamit a sorsolás következtében? Igazából nem változtattunk semmit, mert az Amur bejött ide is, azt a taktikát csináltuk, amit elterveztünk, minden halat megfogni, pontyot, Amurt, mindent. Sok csapattal hallottam ezt, ezek szerint ti is az Amurra számítottatok, illetve az Amur megfogásával kívántatok jó eredményt elérni. Pontyokat akkor nem is fogtatok, Attila? Fogtunk pontyokat is természetesen, mert számítottunk, mert voltunk itt a tavalyi versenyen is, és akkor láttuk, hogy ezen az oldalon azért szép pontyokat is fogtak, és ezért próbáltunk meg azért a pontyokra is rámenni, de elsősorban Amurra készültünk mi is, természetesen. Mi vagy azzal lehet azért legjobban haladni. Bizonyára sok néző készül erre a tóra horgászni. El tudnátok-e őket látni valami jó tanáccsal, hogy hogyan készüljenek, esetleg konkrét dolgot tudnátok-e nekik mutatni, hogy ti hogyan horgáztok, ami ilyen szép eredményt tud hozni? Igazából azt tanácsoljuk, hogy mindennel érdemes készülni, nem tudni, hogy mi fog beválni. Nekünk egy egyszerű pop-up-os szerelék vált be, egy 16 mm-es pop-upra elraktunk egy M1-es pasztát, raktunk rá, és ez az, amit nekünk húz a hal. Általában a cranberry és az ananász pop-upot használtuk, ami igazán bevált, ez tetszett az Amurnak is, a pontnak is egyaránt. Felraktuk, aztán egy vékony rétegű M1-es pasztát húztunk rá. Míg elkészíti Gerit nekünk azt a szereléket, attól téged kérdezek, hogy elég volt ez a módszer, vagy pedig azért az etetéssel is kellett dolgozni, tehát az etetés is tudatosan fel lett felépítve, az etetésről elárulnál nekünk néhány titkot? Hát etettünk becsületesen, 150 gombócokat próbáltunk minden este bedobálni, és emelni még legalább egy 10 kilónyi apró magot, az mindenképpen kell hozzá, és miután besötétedett, utána megszórtuk borjival, és minden kapás után, minden hal után, borjival után etettünk még. És ezt hozta meg a halakat, és itt is tartotta. Közben Geri is elkészül a csalizással. Ez nem egy szokványos párosítás. Időközben kapásunk is lett újból. Ezzel bizonyságot nyert, hogy a bemutatott szerelék valóban működik. Nem is tartunk fel tovább benneteket. Nagyon szépen köszönjük, hogy beavattál a titkaiba. Attila már mindjárt közelbe hozzá, úgyhogy menjél szákolja. Köszönjük szépen a riportot! Na, szóval ilyenek ezek a zamura. Hihetetlen, hogy mindenek. Elérkeztünk a verseny utolsó reggeléhez, az utolsó reggeli mérlegelés előtt vagyunk. Most meglátjuk, hogy a hajrában ki hogy remekelt, illetve bizonyságot találunk arra is, hogy a 150 gombócos etetés, vagy a 30 gombós etetés volt a megfelelőbb. Mint láthatjátok, a csapatok folyamatosan fárasztanak,
tegnap esti mérés eredmények alapján több mint 2,5 tonnánál járnak a csapatok. Nagyon jó fogás eredmények születnek most a Vatkantavon. Az információink szerint például a A5-ös pályán, ahol most vagyunk, hajnal 3-ig az amúrok támadták a csalikat, most pedig pontyokat szákolhatnak folyamatosan. Bizony szükségük van minden harra a csapatoknak, hiszen ugyan nem nyilvános az eredmény, de kilogramok választják egymástól az első 5 helyezett csapatot, ezért egy-egy hal elvesztése, akár 2-3 hely lecsúszás is jelenthet a tabellán. Kázió idő szerint 10 óra 58 perc van, hamarosan véget ér a második SBS pont és amúr fogó verseny a Vatkantavon. Fantasztikus verseny részesei lehettünk ismét, hiszen a reggeli mérlegelés szerint az első és második helyezett csapat között mindössze 5 kg a különbség. Ezt a csapatok már nem tudhatták, de érezhették, hiszen elszántan küzdenek az utolsó pillanatokban is, még most is több csapat fáraszt haladt, nem adták fel a küzdelmet, de most már vége van ennek. Zárjuk le a versenyt, következzen az eredményhirdetés. Hozzáfognánk az eredményhirdetéshez, szeretnék köszönetet mondani azoknak, akiknek ezt a versenyt támogatták. Ugye ismétlem önmagamat, legfőképpen Péternek, aki tényleg ezt a gyönyörű tavat átengedi számunkra, hogy itt versenyt tarthassunk. Nagyon szeretnénk megköszönni még egyszer ezt a lehetőséget, illetve a kiemelt támogatóinknak, a Fast Hungary Kft-nek, aki a Casio órák hivatalos magyarországi forgalmazója, illetve a Fox termékek magyarországi forgalmazójának, a Halkatrasz Horgászcentrumnak Nyíregyházán, akik tényleg évről évre lelkesen támogatják a versenyünket. Köszönet, illetve hát van még egy támogató, aki minden évben támogatja ezt a rendezvényt, ugyan a háttérmunkával, azt ti nem látjátok, de a Diákmunkaközpont is minden évben a rendezvény mögött áll. A versenyen jóval 3 tonna fölötti összfogás született, 3,3 tonna. A részletes eredményt az interneten meg fogjátok találni, onnan letölthető. 555 darab halat zsákmányoltatok, és egy nagyon figyelemre méltó adatra szeretném felhívni a figyelmeteket, az átlag súly 6 kiló lett, tehát egy mondhatjuk azt, hogy nagy halas a tó, lehetett apró halakat is fogni, de én úgy gondolom, hogy a 6 kilós átlagsúly azért jól mutatja azt, hogy nagy halak tartózkodnak, vagy találhatóak a tóban. És akkor elkezdeném az eredményhirdetést. A harmadik helyezett csapat 345,25 kg-ot zsákmányolt, ezzel szektor második helyezést ért el. És hát a csapat tagjai, Olá Dániel, Ficsó Zsolt, Kapitális Kárp Team. Gratulálok a harmadik helyzet Kapitális Kárp Team csapatnak. Fiúk, nagyon is horgáztatok, elfáradtatok nagyon? Nagyon elfáradtunk. 4 óra alvás körülbelül ennyi volt a 3 éjszaka alatt. Igen, azt láthatom, hogy mindent megtettetek azért, hogy minél jobb eredményt érjetek el. Mi volt a nyerő taktika? Hát úgy gondolom, hogy amúrra és pontyra is készültünk, és az első, azt mondja, 2 éjszakán az amúrokat sikerült beállítani. Hát ez már a harmadik éjszakán nem sikerült, viszont utána a verseny utolsó másfél órájában viszont 8-9 kilós pontyokat sikerült sorban fognunk. Gyakorlatilag az utolsó órán én igazából fárasztottam végig. Kérhetnék esetleg egy javaslatot, hogy mit javasoltok azoknak a horgászoknak, akik szeretnének ellátogatni erre a tóra? Mindenképp hozzanak magukkal a magmixet, mert az igen jó csalinak számít itt. 360,55 kg halat zsákmányolt.
az a csapat, aki a második helyen végzett. És hogy kik ők? Nagy Milán, Nagy Károly, Magic Car Team! Gratulálok a második helyzet Magic Car Team csapatnak. Köszönjük szépen. Nagyon szépen horgáztatok, tényleg árdász küzdelmet vívtatok. Mi volt a nyerő taktika? Hát két tetetést azért próbáltunk csinálni, egyet bent, egyet kintre a sekély részre, egy ilyen édes fűszeressel voltunk bollival, és próbálkoztunk, hogy hát beállítani a halakat, amit úgy nehéz volt, mert olyan csoportokba jöttek. Mint látod, szóval fiaddal horgászol, ilyen fiatalon helytállni a felnőttek mezőnyében. Nagyon fárasztó volt ez a verseny? Annyira nem volt fárasztó, mindent megtettünk érte, hát én még bírnám. A 2014-es második SBS ponty és amúrfogó verseny a Vadkantavon bajnoka, győztese, Nyerges Gergő, Kaponyás Attila, Jager Car Team! Hát akkor bizonyságot nyert, hogy most 30 gombócot vagy 150 gombócot kell etetni, hiszen ti rendszeresen 150 gombóc vagy a fölött etettetek. Gratulálok az első helyezett Jager Car Team-nek az elért eredményéhez. Mondjátok, mi nekünk mi volt a nyerő taktika? A nyerő taktika rengeteg etetés és állandó horgászat. Ennyi volt, semmi különleges taktika nincsen benne. Folyamatosan etetni kell, ébren kell lenni, és folyamatosan pecázni kell. Ennyi az egész. Ez valóban így történt, bármikor felétek jártam, mind a ketten nagyon dolgoztatok. Aludtatok egyáltalán valamit a 72 óra alatt? Hát összesen 2 óra hosszát aludtunk fejenként a 72 óra alatt. Az nem semmi. Tegnapi estén ugye bemutattátok nekünk a csalizási technikátokat. Ezen kívül van-e még valami hasznos tanács, amit meg szeretnétek osztani? Igazából próbálkozni kell mindennel. Nem biztos, hogy egy csali fogja adni a halat. Nekünk is az ömébe, amit bemutattunk, azzal fogtuk a halat, de azon felül egy-egy halat el tudtunk csípni mással is. Nagyon nagy mennyiséget kell tetni? Úgy meg tudnátok nekem mondani nagyjából, hogy kb. Mennyi mennyiséget szóltatok be 72 órás verseny alatt? Igen, nagy mennyiséget, hogyha nincs ott a hal, hogy kinél ott van a hal, annak teljesen egyszerű dolga van, mert ez csak bedugja és fúzza a halat. Hát mi helyre közel kukoricából 70 kilónyit etettünk be, 30-40 kilométert mixel, és a bojlikat csöveztük folyamatosan, úgyhogy dobáltunk. Így összesítve nem is tudom, olyan másfél mázsa körül mondjuk, amit etetőanyagot bedobáltunk a vízbe.